Mint arról már korábban tudósítottunk, a 73-as számú nagyszülős központú egyéni választókerületben az úgynevezett klónok piszkos technológiáját vetették be Brenzovics László, a KMK-sz elnöke, bejegyzett képviselőjelölt ellen. Önjelöltként elindult ugyanis ebben a körzetben egy másik, vele azonos vezeték, kereszt és apai utónevet viselő jelölt a nagybereznai járási havas ukránul Ljuta községben élő Brenzovics Vaszil Ivánovics. A kárpátaljai ukránok körében is jól ismert Brenzovics László önjelöltként induló klónja idéglenesen munkanélküli. Még középiskolai végzettséggel sem rendelkezik, és a falu beliei elmondása szerint sohasem volt annyi pénze, amiből be tudta volna fizetni a választási induláshoz szükséges 42 ezer hrivnyás letéti díjat. Ukrajnában egyébként eddig minden választáson alkalmazták az esélyes jelöltől való szavazatok elvonásának ezt a piszkos módszerét. A választópolgárok csak úgy kerülhetik el a névazonosságból adódó csapdát, ha figyelmesen helyezik el a szavazólapon az általuk támogatni kívánt jelölt neve mellett a megfelelő jelet. Természetesen fölháborító, hogy Ukrajnában, aki az Európai Unióban megy legalábbis szólamok szintjén, ilyen dolgok újra megtörténhetnek. De azonban ennek a gyökere teljesen az állampolitikában van, hogy mindenképpen megpróbálja megakadályozni azt, hogy Kárpáti Magyarság képviselői képviselője bekerülhessen a parlamentbe, hiszen ők is mondva csinált okokkal már második, harmadik alkalommal nem hozzák létre azt a körzetet, amely egyesíteni a magyar a településeket, és így megnehezítve a bejutást. Most pedig a nyilvánvalóan a konkurensek nyúlnak ehhez az alantos eszközhöz. Egyébként ez divat volt korábban, emlékezünk, arra, hogy valamikor Kovács Miklós a Kámkesznek az akkori elnöke mellett indítottak egy másik azonos nevű személyt, aki 7000 szavazatot kapott, miközben az elnök az 390-nel veszett el a választásokat, illetve a legkirívóbb az az volt, amikor Kovács Vasszil a szembe 7 Kovács vezeték nevű embert, embert ígyítottak. Ezt szerintem nem szabad lenne megengedni, azonban a törvények olyanok, hogy ezeket kibúvókat meg lehet találni, és csak azt szeretném mindenkinek elmondani, hogy figyeljünk oda, ne adjuk magunkat ilyen eszközökkel becsapni, hogy a mi akaratkényvárosokat módosítsák. Ezek az emberek nem becsületes játékot üznek. A június 20-án tartott testületi ülésen a Központi Választási Bizottság további 314 képviselőjelöltet regisztrált a július 21-ei előrehozott parlamenti választásokra. Ezek közül 132 képviselő indul egyéni választási körzetekben, 182 pedig országos pártlistás választókörzetben. Az egyéni választási körzetekben induló 132 képviselőjelölt közül 5 valamelyik párt színeiben indul, a többiek mind egyéni jelöltek. A testület ülésen egy képviselő jelöltségének visszavonására is sor került, valamint akadt, akinek elutasították a regisztrációra vonatkozó kérvényét. Ezzel az előrehozott parlamenti választásokon induló képviselők száma elérte az 1021 főt. A június 20-ai ülésen újabb öt külföldi megfigyelőt jegyzett be a Központi Választási Bizottság. Ezúttal a spanyol királyságból jelentették be részvételi szándékukat a július 21-ére tervezett előrehozott parlamenti választásokon. Így a jelenlegi állás szerint összesen 238 hivatalos külföldről érkező megfigyelő fog részt venni az ukrajnai képviselőválasztáson.